vannak néha olyan játékok, aminél kiverik a biztosítékot mikrotranszakcióval, mindenféle baromsággal. Új fellit akarsz az autódra, 5000 forintot utoljál át, mert blö. Vannak. Van például az az érzés, amikor az orvosnál ülsz, mert beteg vagy, és előtted van 80 öregasszony, és 4 órát vársz az orvosnál. Van például olyan szituáció, amikor buszsofőrnek szarnapja van, és leordítja a fejedet, mert nem tud visszaadni 5 forintot. Ez rosszabb, mint ez a többi történet egybegyúrva. Right to hell retribution 1%. Valaki magyarázza meg, hogy mi az Isten az ott? Mi az az 1%? Azon is gondolkoztam már, hogy körülbelül ennyire van kész a játék, és hát el is hiszem. Ott van, ott. Na jó, kezdjünk is bele. New game, easy biker, badass biker. Legyen easy biker, körülbelül. Ja, na mindegy. Na gyerekek, itt vagyunk, mi motorozunk, koyú, Born to be Wild, minden, és mi van? És egyszer csak lövőállás, és hadsereg, vagy mi van? Mi van? Nem hiszitek egy gyerekek, amikor így az analógot így rángatom, akkor így csúszik, most mire körülsz? Mi van? Retribution Delen, és... De rendes, hát azt a faszit le is lőttem le még, de megvárta még... Még ott törömködök, nagyon jó. Aha. Fáj neki, megint örülünk, és... Mi van? Mi van? Én nyomtam X-et, vagy most... Na igen, arról elfelejtettem szólni, hogy a kontrollernek a supportja egy nagy rakás pos. Quicktime-oknál az X és az Y, felejtsd el! Aha! Aha! Y! Aha! Hát ez aztán nagyon jó. 2013-as a játék, csak úgy. Mi van? Ne, gyerekek! Ez fáj. Úramisten. És akkor... Yeah. Azt hitted ennyi? Lesz csak tovább. Előre félek, hogy még mit tartogathat a játék. Hát ez az intro, ez valami... Fű. És elérkeztünk az egyik fénypontjához a játéknak, azaz a motorozáshoz. De ez csak a könnyített szintnél van, ugye? Mármint ez a könnyített motorozás, ez az első motorozásunk ebből a játékba. Elég szarul tudok fogalmazni, tudom nagyon jól magamról. És ott egy csillag, ami... Tudja tököm, hogy mi volt ott, de már elveszett. A lényeg az, hogy kövessük Mikey-t, és ne veszítsük el. Üldözzük. Az első pillanat, ami feltűnik nekem, az az, hogy miféle építkezés az, ami nincs teljesen lezárva. Könyörgöm, és az hagyján néha-néha elpattint ide egy közlekedési autót is, aki betévedt. Hát, valami jó. Szóval üldözzük Mikey-t, és konkrétan levettem a zenét a játékból, de úgy látszik, hogy a játék cseszik rá. Úgyhogy, ha copyrightos lesz, ez van. Igen, amit láttok, körülbelül ennyiből áll a játék. Fog, 2 perc, motorozás, betöltőképernyő, cinematic. Cinematic, betöltőképernyő, motorozás, cinematic, verekedés, cinematic, cinematic. Kúrás. Na majd ezen beszartok. És gyerekek, elérkeztünk a motorozás egyik legdurvább pillanatához, azaz a bunyó. Én nem tudom, hogy miért tart ketchupos tubosokat magánál a csávó, és miért azt ütöm széllyel.
Vagyis hát egyáltalán azt nem értem, hogy egy pofontól mi az Isten... Na... X... nem működik az X. Ez most mi történt? Na ez a kedvencem. Megpofozom, kifőtsen a vére. Neki megy a... neki megy az amerikai tanyasi kerítésnek, ami 4 deszkából áll, és felrobban. Miféle motor az bazd meg, ami egy ilyen tanyasi kerítés nem tud átvágni? Hát különben is miféle közlekedési autó járkál erre? Lezárt területen. Ó, hagyján gyerekek, ennél durvább is lesz. Ugyanis itt már kamionok is állnak keresztbe majd az úton, és át kell csusszanni alattuk, mert persze a hülye gyerek megáll. Érted? Ja, és nem sikerült, mert bekoppant a fejem. Nem baj, próbáljuk meg még egyszer. És ezt örök életemre csinálhatom. Mi van? Copyrightos, cuccos, most összeszedtem még egy kártyát így hirtelen. Szóval a zene a játékban atomjó. És körülbelül ennyi dicséretet kap. És akkor jöjjön a kínos bunyójelenet. Mi ez? Kán-kán! Nyomkodom az X-et csak. Na jó, azért mutatok egy-két ütést is Popeye-től. És eltörtem az órát, hogy nem tudom mi történt. Egy szuper csillagharcosként villan fel az ütésem. De most... És nézzétek meg, hasborúgom vagy kiszakad a vesélye. Szóval elérkeztünk egy mászkálós ponthoz, ahol... Hallgassátok csak! Zajokat hallok egy kaszinónál, és senki nincs kinn az utcán. Miféle város ez, könyörgöm? Jó, nem baj. Ez csak nekem jött. Hallod, Dagat? Ne szórakozzál már. Iratkozz fel a Gémes Kútra, mert agyon verlek. Kamehame! Oh! Lezúztom a fejét, mint egy kalapács. És gyerekek, ezt nem hiszitek el, mi fog történni. Igen, megmentettük a csajszit, és jól meghúzzuk a francba. De mi... De nincs nálunk koton. Szóval, inkább úgy döntünk, hogy... Ruhába meghúzzuk inkább. Imitáljuk, G. Mi van? Hú, de élvezi azt a 700-at. És tényleg van nyitva a motorba? Ezt nem hiszem el. Isten. És hogy a csaj meghálálja azt nekünk, hogy megtaláltuk a gyűrűjét, meg mit tudom én, meg hogy megvettük az exét, megsimogatja a kis simbilimbinket, és ruhába elimitáljuk neki, mert nála sincs ószer. Ennek legalább van valami az arcámon, jaj, de élvezi. És bármi történik, meghal, ilyen slow motionben megáll az egész játék. És oda nézzetek! Ott a kopasz! Szóval előjük az ikertesókat. Így né. Én pedig be se állok a fedezékbe, mi a francnak? Hát nem is halok meg. Még így se, hogy szarul célzok.